Hétvégén is folytatódnak a Kecskeméti Tavaszi Fesztivál online programjai. A sokszínű Kecskemét címet viselő rendezvényen a város kulturális sokoldalúságát mutatja be a technika segítségével. A 36 éves múltra visszatekintő esemény idén az interneten várja azokat, akik szórakozást keresnek és szeretnék megismerni a híres város kulturális életét. A Bács-Kiskun megyei katona József könyvtár tavaszi zsongása, tavaszi versekkel, mesékkel, dalokkal várja a látogatókat a www.bácstudástár.hu weboldalon. A hírosagóra online felületein hétvégéig megtekinthető az önálló alkotói törekvések kecskemét kortás képzőművészetében című online kiállítás. Az érdeklődők 360 fokos online panorámatárlat és online katalógus segítségével élhetik át a tárlat élményét. A Nemzetközi Kerámia Stúdió is virtuális kiállítással várja a látogatókat. Az 500 művésztől származó, mintegy 4000 darabos kollekcióból most egy válogatást osztanak meg a gyűjtemény kézzel festett darabjaiból a stúdió Facebook oldalán. A fesztivál elemeként 15 évvel ezelőtt 2006-ban született meg a Kecskemét Fringe. A Kecskeméti Tavaszi Fesztivál kiemelt ifjúsági művészeti rendezvénye multidéző programot hirdetett a közösségi oldalán. A pandémia ezt a folyton energiadús és megújulni tudó fesztivált is az online térbe kényszerítette, viszont ez nem állíthatta meg a jubileumi összművészeti program szervezőit azt gondoltuk ki, most március 18-tól 28-áig, ilyen hosszú még nem volt a fringe. Volt ötnapos, napos, volt négy napos, de most 10 napos uh, online megjelenést uh, produkálunk uh, célunk szerint. Tehát még március 28-áig bárki Bekapcsolódhat, és arra gondoltunk, hogy fölidézzük egyrészt ezt az elmúlt 15 évet, és úgy vettük észre, hogy nagy örömmel látták magukat, <tosz> viszont például 2007-2008-ból a fiatalok, akik már most akár már Hivatásos művészek, családapák, családanyák, tehát jó ezekre a képekre, ezekre a videóklippekre, felvételekre visszanézni, ez úgy gondoltuk, hogy másnak is örömet okoz. Nem beszélve arról, hogy a, a Facebookon, az interneten 2016-tól vannak föl ezek a, re, a relikviák, tehát az előtti időszakot most jól megmutatjuk, <laughs> és ezen kívül terveztük, és, és, már most lassan a végére érünk, hogy a csapatot is bemutatjuk, mert ez a Kecskemét Fesztivál azért egy nagy csapat munkája volt itt az elmúlt 15 évben. A közösségi oldalon fotókat, kisfilmeket és archívanyagokat osztanak meg a szervezők, hogy az egykori résztvevők megtalálhassák magukat. Ehhez kell is a tér és az idő, mivel film, színjátszás, zene, képző és iparművészet, illetve tánc kategóriákban várták a 14 és 30 év közötti fiatalokat. Pecskemét Fringe célja szerint lehetőséget kívánt bemutatkozás céljában minden fiatal alkotónak, előadónak adni, akik még csak próbálgatják a szárnyaikat. Ugye mindig jeleztük is, hogy a 14-30 éves korosztályra gondolunk mi, akiknek úgy véltük, hogy szüksége van arra, hogy kapjon lehetőséget, helyet, technikai eszközöket, alkalmat, közönséget, egy kis szervező munkával ahhoz, hogy kipróbálja magát közönség előtt, hogy, hogy esetleg dobbantson egyet a világot jelentő deszkák felé. A művészeti fesztivál a kezdetektől az alkotó fiatalok részvételével zajlott, a 2016-os Fringe-re például a filmes szekció saját promóvideót készített a fesztiválnak. programok során önkéntesek is segítették a szervezők munkáját. Zumerika elmondta, nélkülük gyakorlatilag nem valósulhatott volna meg a rendezvény. A nosztalgia fotókon sokan fellelhetik magukat. Mindig nagyszámú önkéntes fiatalokból álló stábbal valósultak meg ezek a fesztiválok, és ott is vannak olyanok, akik azért évtizedekig részesei voltak a fesztiválnak, és olyan jó szívvel, gondolok vissza azokra a fiatalokra is, akik még ki írtuk a Kecskemét Frincs, a következő Kecskemét Frincs fesztivál idejét, de már kérdeztek, kérdezték, hogy mikor jöhetnek, mikor lehet bekapcsolódni, mikor lesz a fesztivál, és biztosítottak arról, hogy nagyon jó szívvel jönnének újra. Az évek alatt a város szinte összes kulturális intézményében és középületében feltűntek az alkotó fiatalok. Zumerika a fringe szülőanyjának számára is hihetetlen, hogy már 15 éve van, volt és remélhetőleg lesz fringe fesztivál. 2007-ben volt az első Kecskemét fringe fesztivál, de 2006 volt az az év, amikor a város pályázatot hirdetett a tavaszi fesztivál megújítása céljából, és amikor mi előálltunk a Kecskemét Frincs gondolatával, az támogatást nyert. Innen számítjuk a születését. Tulajdonképpen a Kecskemét Frincs szülőanyjának titulálnám én magam, és rendezvény felelősének, rendezvény szervezőjének a kezdetektől fogva, és remélhetőleg a végsőkig. Tehát akkor, amikor 2006-ban ez az óriási lehetőség megtalált bennünket, akkor mi ketten Szilágyi Áronnal gondoltuk ki, ötöltük, hatoltuk ki ezt a rendezvényt, ezt, a, ezt az elnevezést, a Kecskemét Fringe gondolatát és megvalósításának lehetőségeit. A pandémia miatt egy várva várt jubileum azonban nem maradhat el. Hétvégén bemutatják majd a legújabb kisfilmüket, melyben lerántják a leplet a kecskemét fringe igaz történetéről.